Ugyan a magyar nyelv hivatalos használata a közigazgatási szervekben és az igazságügyben jogilag biztosított gyakorlati alkalmazása sokszor nehézségekbe ütközik. Elsősorban nincsenek magyar nyelvű bírók, közigazgatási dolgozók, másodszorban nincs meg az igény sem bizonyos esetekben a társadalom részéről, hogy éljen ezekkel a jogaival, ezért a Magyar Nemzeti Tanács párhuzamosan harcol, megpróbálja tájékoztatni és bátorítani az embereket a magyar nyelv használatra, hogy annak tekintélye visszatérjen, és természetesen bátorítani magát az államot is arra, hogy ne féljen a többnyelvűségtől a Vajdaságban. Deli Andor a tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárság tartományi titkára úgy véli, a törvény adta jogok akadálymentes alkalmazásához időre van szükség. Egy olyan kérdés a nyelvhasználat, amelyben nem lehet máról holnapra hát remek csillogó eredményekkel előkolni, de úgy gondolom, hogy évről évre haladunk előre, és lassanként egyre sikerül ugye teret nyerni a kisebbségek nyelvének a hivatalokban, a bíróságokban. Dr. Korhec Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke elmondta, hogy 10 évvel ezelőtt a szeminárium elindításakor azt remélték, a magyar nyelv hivatalos használata a közigazgatási szervekben és az igazságügyben rövid időn belül gyakorlattá válik majd. Ebben a 10 évben több száz magyarul beszélő jogász, közigazgatási hivatalnok dolgozó fordult meg a szaknyelvi szemináriumokon, a konferenciáinkon. Ugyanakkor nagyon sok, több tucatnyi akadémikus, egyetemi tanár, köztársasági elnökök is előadóink voltak, tehát egy presztízse van már ennek a palicsi nyelvi képzésnek, úgyhogy semmiféleképp nem bánom, hogy annak idején belefogtunk. A 2 napos magyar jogi terminológiai szeminárium holnap zárul.